Kérdési Zoltán, Törökország szakértő, a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egyes olvasatok szerint Törökország nyertesen került ki a hétvégi, meg a tegnapi tárgyalássorozatból, ami az Európai Uniós, meg az amerikai vezetőkkel zajló tárgyalásokat jelenti. Más vélemények meg azt mondják, hogy egyértelműen bukott, például azáltal, hogy Putyin életbe léptette a szankciókat Törökországgal szemben, és hát nagy valószínűséggel nem marad ezzel egyedül a világban. Hogy látja ön? Most ugye most két kérdés pedítettünk meg rögtön. Az egyik az a hétvégi Európai Uniós Európa Tanácsi csúcs, ugye ami alapvetően a migráns kérdésnek a kezeléséről szólt, illetve az Európai Unió és Törökország kapcsolatának az újra gondolásáról. Ebből a szempontból ez, illetve török nézőpontból ez mindenféleképpen sikeresnek tekinthető. Törökország, én úgy látom, hogy elég sokat nyert ezzel a megállapodással. Pénzhez jutottak és ígéretekhez? Pontosan, méghozzá ugye nem is kevés pénzhez, 3 milliárd eurót fog az Európai Unió Törökországnak adni a migráns kérdés kezelésére. Azért természetesen ez nem jelenti azt, hogy Törökország szabad kezet kap ennek a pénznek a felhasználásának kapcsán. Ezt a migráns kérdés kezelésére kell fordítania, tehát határőrizet megerősítésére, parti őrség megerősítésére, új menekültáborok építéséhez. A másik, az pedig politikai siker Törökország számára azáltal, hogy az Európai Unió úgy tűnik hajlandó újabb fejezeteket, ameddig blokkolt fejezeteket megnyitni, és ezáltal egy új lendületet vinni a tárgyalásokba. Ez már ebben az évben meg fog történni, tehát december hónap folyamán. Ezek a csatlakozási tárgyalások, amik gyakorlatilag 15 éve tartanak, és az utóbbi 10 évben alig haladtak. Így van, tehát a törökök már 1987-ben jelezték, hogy csatlakozni szeretnének az Európai Unióhoz, illetve az akkori elődjéhez, és 2005-ben indultak el ezek a tárgyalások. És akkor most itt rögtön arra szeretnék rámutatni, hogy bár a törökök szeretnék a következő egy év folyamán 6 fejezetet megnyitni a 33-ból, mindösszesen az elmúlt 10 évben csak egyet sikerült lezárni a 15 megnyitott fejezetből, ugye a kutatás és fejlesztést, úgyhogy ez politikailag nagyon hasznos, nagyon jó pont Törökországnak, illetve a kormánynak hazafelé, de én nem várok olyan jelentős előretörést ezen a téren. Másrészt másik politikai fegyvertény, amit Törökország magáinak valhat, az a vízumliberalizáció, és hogyha minden a tervek szerint megy, akkor jövő év októberétől ez majd életbe fog lépni a vízummentesség. Meglátjuk, hogy ezt sikerül-e tartani, ezt az ütemtervet. És akkor a másik oldal, ugye tegnap Párizsban elkezdődött a klímacsúcs, és a klímacsúcs alkalmat adott arra, hogy különféle vezetők a legkülönbözőbb variációban leülnek egymással tárgyalni. Állítólag Obama és Putyin például megállapodtak abban, de hát ez egy kiszivágott hír, vagy igaz, vagy nem, hogy Törökország kapcsán Putyin szabad kezet kap, hogyha úgy gondolja, hogy szankció, ha úgy gondolja, hogy blokkád, ha úgy gondolja, hogy ez az amaz, akkor tegye a saját szempontjai alapján. Ez mennyire igazolható, hogy ennyire nagyvonalú volt Obama Putyinnal? Hát ugye kiszivágott információk alapján azért nehéz pontosan elmondani, hogy mi fog zajlani. Ez biztos, hogy Törökország múlt heti orosz géplelővéssel iszonyatosan elszigetelődött. És bár egyébként a NATO, illetve az első nyilatkozatokban az Amerikai Egyesült Államok elnöke is kiállt Törökország mellett, azért belülről rengeteg kritikát kapott a török vezetés. És nyilvánvalóan azáltal, hogy Oroszország szankciókat lépett, egyébként ebbe Egyesült Államoknak annyira nagy beleszólása nincs, ez pedig mindenféleképpen rosszul jön. Azért kellett valamilyen módon ebben megállapodni, pont azért, amit mondott, hogy NATO tagállammal szemben léptett valamiféle szankciót életbe Putyin. Mennyire az iszlám államról szól az az alkó, ami látszik Putyin és Obama között? Mennyire arról szól ez, hogy az iszlám állam most fontosabb, mint Törökország? Nagyon úgy tűnik az utóbbi hónapokban, hogy a NATO legfontosabb szövetséges, a tagjai, Egyesült Államok, Franciaország különösen, ugye Franciaországnak az utóbbi körútjára elég gondolni, alapvetően inkább az iszlám állam ellen sorakozik fel, és az Assad rezsimnek a ázsiai élete megítélése az pedig ebből a szempontból javul, és egy lehetséges partnernek tekintik. Ezzel szemben Törökország még mindig úgy tekint, hogy a legfontosabb ellenfél, legfontosabb probléma Szíriában nem az iszlám állam, hanem az Assad rendszer, és nyilvánvalóan itt ez Oroszországgal, ami az Assad rendszernek egyik legfontosabb támogató, egy nagyon komoly összeütközést. Hát nem utolsó sorban meg a kurdok, akik a törökök áldáz ellenségei, és fordítva, viszont szövetségesei a NATO csapásokban az iszlám állam elleni harcnak. Tehát ez egy izgalmas kérdés. Az mennyire igazolt,
hogy Törökország valamiféle kapcsolatot tart, és akár gazdasági kapcsolatot az iszlám állammal, ugye Putyin ezzel vádolja a török rezsimet. Így van, vannak jelentések, ami alapján valóban egyfajta együttműködés a Törökország, illetve az iszlám állam között, mondjuk határtérségben nyilván illegálisan van olajkereskedelem, illetve azt is már egyébként ez nem újdonság, tehát ez már évekkel ezelőtt megjelent vád, hogy Törökország gyakorlatilag azáltal, hogy nem zárta le a szíriai határát, lehetővé tette közvetlenül azt, hogy külföldről különböző harcosok álljanak be részben a felkelék közé, de nyilván az azt is jelentette, hogy az iszlám állam soraiban is ennek megfelelően ugye ezt negatívan. Az az Európai Unió gyengesége, hogy ezzel a Törökországgal kénytelen most valamiféle alkut kötni és tárgyalási pozíciót fölvenni? Én nem látom azt, hogy ez nagy gyengeségnek, az Európai Uniónak meg kell lépni ezeket, köszönhetően annak, hogy egy olyan biztonságpolitikailag kényes régió van az unió szomszédságában, amiben neki mondani kell valamit, és az ottani szereplőket, az ebben a régióban aktív szereplőket és más Törökország bizony ezzel lekerülni és tárgyalni kell. Tehát ezt az Európai Unió nem hanyagolhatja el. Ezt ugyanúgy az Amerikai Egyesült Államoknak meg kéne tenni, hogyha az ő szomszédságában lenne egy ilyen probléma. Köszönöm szépen, hogy eljött. Hát sokkal egyszerűbbé nem tette a válságra való rálátásunkat, de sok szempontot kaptunk. Köszönöm még egyszer. Jön a híradó, és aztán várom önöket a folytatásra. Köszönöm.